Március 15-én délután tartotta a Téli Esték című tájékoztató fórum sorozatának utolsó rendezvényét a Család és Térsége Gazdakör a Helyi Gazdasági Egyesület Úri utcai székházában. A Gazdakör tavaly januárban alakult, a tagok összefogásával épült csatorna Makó-Rákos határában, jelenleg a Hagyma Szövetkezet alapításában vállaltak fontos szerepet. 11 alkalommal találkoztunk január 6-a óta, minden pénteken 16 órától. Szakmai programokon vettünk részt, a hagymával kapcsolatos, a hagymaszövetkezetnek a megalakulása is hozzánk kötődik, a helyet adni, és tehát a szervezéssel kapcsolatban oroszlán részünk volt, és a mai az pedig a záró. Most is azt mondom, mindenkit szeretettel várunk, nem muszáj gazdálkodónak lenni, a gazdákkal rokonszenvező, a vidéket szerető embereket várjuk ide, és külön a fiatalokat, és tehát ha majd végignéznek a tagságon, rengeteg fiatal van itt, szeretnénk átadni nekik, mert ha nem lesz utánpótlás, akkor ez az egésznek tehát gond lesz. A rendezvény vendége volt Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének, vagyis a MAGOSZ elnöke. Így arra is adódott lehetőség, hogy arról értekezzenek, hogy a kormány milyen módon tud segíteni a gazdáknak. 2005-ben magam vezettem azt a demonstrációt, amelyik a támogatások kifizetésének a kikényszerítésére irányult. Ott a makói gazdák is részt vettek, és mi együtt dolgozunk azon, hogy minél egyszerűbb, minél könnyebben elérhető legyen a támogatás. Én úgy gondolom, hogy eddig az előző időszakokban a támogatások kifizetése időben megtörtént. Most úgy kell felkészüljünk, hogy ez folytatódjon az elkövetkező időszakban is, de van ezzel összefüggésben egy nagyon komoly feladat még előttünk, az, hogy 2014-től egy új támogatási rendszer lesz. Most van a bázisképzés időszaka, erről még ma majd beszélni kívánok. Most van a bázisképzés időszaka, mert amennyi területet ma művelnek a gazdák, amekkora területtel 2014. május 15-ig a területalapú támogatási igényüket benyújtják, az elkövetkező időszakban, minimum az elkövetkező 7 évben a területalapú támogatásuk ennyi lesz. Tehát az egész Európai Unióban egy egységes gazdaságtámogatási rendszer kerül bevezetésre, és erre fel kell készülni. Tehát a jelszó tiszta, világos, rendet a föld és birtokviszonyok tekintetében, rendet az élelmiszer alapanyag termelésben, rendet az élelmiszeriparban és rendet a kereskedelemben. A Hagyma Szövetkezet még nem alakult meg. Egyelőre csak szándéknyilatkozatban rögzítették, kik is azok, akik újra eredeti makói hagymát termelnének a földjeiken.